Második rész Egy nemzeti hadsereg Mesemondás Lehetett is az valaha, hogy egy kicsiny elszigetelt országnak rokontalan nemzete valaha saját haderejével kilenc oldalról rárohanó támadás ellen védelmezte volna magát diadallal, dicsőséggel. Hogy ne bírt volna vele egy óriás, hogy rá kellett volna ereszteni Európa másik kolosszát is, s még azzal is megbírkózott, még akkor is saját magának kellett lefeküdnie, hogy rágázolhassanak. De hát hol vette volna ez a nemzet azt az ős mondabeli erőt az újabb kornak en Mibelungen énekéhez? Elmondom, ahogy megértem. Egy véghetetlen jaj kiáltás hangzott végig, az ország egyik bérc falától a másikig verődött az vissza. S midő másodszor visszatért, már nem volt jaj kiáltás, hanem harci riadó. Megnépesült a kitűzött zászlók környéke. A földméves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, a a boldog tűzhelyét, s ment a zászlók alá. 13-14 éves gyermekek csoportja emelte a nehéz fegyvert, mely alatt még válla meggörnyed, és 70 éves galamb ősz férfiak álltak a gyermekekkel egy sorba. Nem kellett felpénzzel csalogatni senkit. Egy nemzeti színű kokárda volt az egész ajándék, amit a belépő kapott. Úri családok elkényeztetett fiai, mágnások, nemesek jöttek önként, s együtt sanyarogtak a paraszt esőben, zivatarban, sárban, szemét ágyon, rongyban és dicsőségben. Egy ügyvéd itt hagyta irodáját, kardot kötött, s a legelső csatában maga vitte a zászlót legelől, Párendorfnál a kartács záporral a szemközt. A végén ezredes lett sohasem tanulta a háborút. Egy fiatal földes úr mennyegzőjét megtartotta ma, másnap csatába kellett mennie. A római sáncokat ostromolták, ott első volt, ki zászlója élén felhatolt, lelőtték. Még menyasszonya csókja meg sem hűlt ajkain. A cisztercita barátok kolostorából három növendék kivételével minden kispap elment honvédnek. A prior maga látta el őket úti élelemmel, mikor szekérre ültek. Amint a refektóriumba visszatérve a honmaradt kegyeseket megpillantá, sírva mondta nekik, Te gyávák, minek maradtatok itthon? Elmentek az ügyvédek, nem akart most pörlekedni senki. Elmentek a bírák, hisz nem volt senkinek panasza. A mérnökökből lettek tüzérek, utászok, az orvosokból tábori sebészek. Ágyban meghalni nem volt post divat. Híres korhelyekből híres hősök lettek, csöndes jellemekből oroszlánok. Még a rablók is megtértek. Egy hírhet rablóvezér amnestiát kért magának és társainak, s 160 lovast állított ki a csatamezőre, kiknek nagy része a hazát védve nyerte el a halált mit a haza rontásáért elébb megérdemelt. Egy főúr maga egész huszár ezredet szerelt fel, másik huszárezredet ezredet két hét alatt állított ki a Jászkun főkapitány. Nem volt fegyver. Vettek az ellenségtől. Elébb kaszával, puszta kézzel kellett kicsikarniok a harc eszközét, hogy aztán küzdhessenek vele. Egy közönséges székely földész kitalálta, hogyan kell ágyút önteni, fúrni, és ellátni népét csatalövegekkel. A vas hámorok átalakultak golyó öntödékké, elfogyott, és nem volt kapható a gyutacsa puskához. Voltak gyógyszerészek a csapatoknál, kik papírosból készítettek gyutacsokat, és azok is jók voltak a harcban. Az egyházak odaadták harangjaikat ágyúércnek, Egyetlen vezér 110 ágyút vett el apródonként az ellenségtől. A szabadkai föld népe mesztelen kézzel foglalta el az ellenfélnek fél mérföldre hordó bácsi nevű öreg ágyuját. A ma alakult zászlóaj már holnap gyakorlatot tartott, s egy hét múlva ment a tűzkeresztelőbe. Mindenki testvér volt a trikolor alatt. Nem gúnyoltak senkit tótnak, németnek, azok mind egy zászló alatt egy hazafiainak vallották magukat. A tiszt jó pajtás volt. Együtt evett, együtt ázott, egy szalmán hált a közlegényeivel, s tanították egymást haza szeretetre. Nem volt szökevény. Hová szökött volna? Minden ajtó túl elkergették volna a gyávát. Ha megverték a sereget, nem futottak szerteszéjjel. Igyekezett ismét összegyűlni, és folytatni a harcot. S nem csak az harcolt, kinek fegyver volt a kezében, harcolt minden élő lélek. Asszonyok bátoríták fiaikat. Úri hölgyek mentek sáncot hordani az erődítésekhez. Vettek részt veszélyes küldetésekben, miket csak asszony képes el nem ontani. Asszonyok voltak a legjobb tudósítók. Csaták után ők ápolták a sevesülteket. Korház volt minden úrilak a csatatér közelében. A papok a hős erényeket prédikálták a szószékről. Nem volt ebben a dogmában sem szillabus, sem herézis. Szent volt e harc keresztnek és csillagnak. És a költő, ki meteorkint futotta végig az egész eget fölöttünk, nem zengett egyéből, mint e szent harcról. Ez hangzott alá onnan a magasból, ez volt utolsó szava, midőn az ismeretlen láthatáron lebukott előttünk. Talán nem is a földre esett le. Talán egy új földforgás alkalmával ismét meglátjuk őt, szikrázva, mennydörögve fejeink felett. Így támadt a nemzeti hadsereg. Jól van. Ez idáig poézis. De hol a próza? Hát a pénz. Igaz, pénz nélkül nem viselnek hadat. Tehát az történt, hogy akinek ezüst kanala, ezüst sarkantyúja volt, összehordta egy rakásra. Fiatal jánkák, függőiket, özvegy asszonyok megtakarított filléreiket odarakták a nemzet pénztárába. Gyűjtögetett nyugdíjak vándoroltak e helyre. Ki akarna nyugdíjra gondolni, ha nincs haza? Nem volt elég. Akkor rányomtatták papír darabokra, hogy ez a papír a nemzet pénze. És mindenki úgy fogadta azt. Senki sem kételkedett abban. Mindenki azt mondta, a nemzet nagyúr. Amire az ráütötte a címerét az szent, az a mienk. És volt pénz elég és aztán a finanszminiszternek nem volt egy jó kabátja. A hadügyminiszter krajcáros szivarcít többre nem telt, és a fő hadi intendáns minden nap más ismerőséhez ment ebédre, hogy arra se költse az ország pénzét. És amidőn ezt a könny szentelte kincset egy-egy oly kormánybiztos kezébe adták, mint baradlai ödön, Bizonyos volt felőle a nemzet, hogy aminek kenyérnek kell belőle lenni, abból kenyér lesz. és aminek fegyverré kell belőle lenni, abból fegyver lesz. És oda fog jutni bizonyal, ahova küldve volt. Így állt fönn a nemzeti hadsereg. S fél év múlva már csodáiról beszél a történelem. A kisfiúk már babérkoszorús hősök, a kis alhadnagyok már tábornokok, hadvezérek. A tépet trikolor már a világ tiszteletét bírja. Kiálták a próbát a tűzben, kiálták a próbát a hózivatarban. Kiálták a próbát a veszteség kétségbe ejtő hónapjaiban. A komáromi sáncokon táncoltak zeneszó mellett az ellenfél bombázápora alatt. Szolnoknál kaszákkal rohanták meg az ágyókat, és elfoglalták a gyilkoló tűztelepet szembehúnyva. Pákoznál tízezer emberrel rakatják le a szuronyos puskát a kaszás nemzetőrök. Győrnél lovasságot kergetett meg szuronnyal a második zászlóaj. Budánál lováról szállt le a huszárság váratostromolni. romolni. Losoncon egy táblabíró... Egy alispámból lett hadvezér, hatszorta nagyobb ellenfélnek, fényes nappal elfoglalja ágyúit és táborkarát. Piskénél naphosszat védi az incédi zászlóaj húszszoros ellenerővel szemben a vitatott hidat, és győz. És mi gyorsak, mi csodaszerűek, mi meglepők mozdulataik. Szélaknál áll a föld alatt bújnak az ellenségen keresztül. Braniszkónál a hegy meredekének fel törnek át rajta. Szolnoknál átúsztatnak háta mögött a tiszán. Segesvárnál az égő városon verik magukat keresztül lőporos szekereikkel. Tiszafürednél a jég hátán állnak meg előtte, hogy mikor a folyamon hidat vert a kemény tél, ott mondják el, eddig és ne tovább. S végre midőn ereje teljes összességét egybegyűjtve megáll a küzd homokon, az egész százezer karú nemzetóriás, s karjait kétfelé tárva, büszkén kiált ellenfelének. Ide hát! Mérkőzzünk össze! S mikor az összemérkőzés után, recsegve, ropogva minden ízeiben menekül ki az ellenfél karjai közül. Vagy nem volt ez igaz? És ami legfőbb, mit ki ne felejtsen senki, midőn a nemzeti hadseregről beszél, mi előtte és utána járt annak, mint Jehova, nappal ködnek, éjjel tűznek oszlopában. A nép! A nép, ki eszével, Találékony furfangjával, jó akaratával, szellemével védi, sietteti, inti, buzdítja, őrzi imádott hadseregét. Néha tízezrével mellé áll, és megfélemlíti tömegével az ellent. Egy helyütt rendszeres álhírekkel kiemeli biztos helyéből az ellenfél hadzömét, másut megelőzi legtitkoltabb terveit. Ozoránál egy ember gyalog oda és vissza kétszer megkerüli az ellen táborát, hogy a két nemzeti haderőnek izenetet vigyen a köztük fekvő tábor mozdulatairól. Zsidó szatócsok minden levelezése tele van ártatlan üzleti hírekkel, mígből egymás közt megállapított szótár szerint az ellenfél hadmozdulatait értik meg és tudatják a nemzeti hadvezérekkel. Ahol nagy a sietség... Száz meg száz szekér áll elő a nemzeti hadsereg gyalogságát tovaszállítani, szállítani, ágyúit, hadiszereit felvenni. És mikor a másik had jön, nincs egy ló sem, mind kinna ménesen, nem lehet rátalálni. Mikor a nemzeti seregnek élelem kell, egy kurta nyugtatványra előterem minden. Mikor a másik jön, kész pénzért sincs semmi. Maga a gazda is koplal. Csak egy hiányzott még a nemzeti hadseregből. Erejének tudata. Ezt meg kellett még neki tanítani. S a tandít bizony meg kellett érte fizetni.